Idén januárban kezdődött el a magyar szecesszió gyöngyszemének tartott épület, a Marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítása. Az elmúlt 10 hónapban a felújítást végző cég több hibát is vétett, ezért a Maros megyei tanács a szerződés felbontását fontolgatja. Ezek a felvételek még augusztusban készültek, akkor éppen a kultúrpalota falai áztak a felújítással megbízott ploiesti cég hibája miatt. Azóta sem lett hatékonyabb az említett cég munkája. Igaz, ez az első A-kategóriás műemlék, amelynek a felújításával foglalkoznak. Sós Zoltán, a Maros megyei múzeum igazgatója, Ügyfélóra című műsorunkba beszélt a felújítás nehézségeiről. Az állítólagos uniós törvényeknek kellett megfelelni azáltal, hogy leegyszerűsítették a közbeszerzésben kiírható feltételeket. Ezáltal számos olyan elemet vettek ki a törvényből, ami eddig ugye feltételül szabta azt, hogy a kivitelező cégnek legyen erre vonatkozóan tapasztalata, legyen megfelelő szakemberállománya, és tudjon felmutatni néhány referencia munkát. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke azt mondja, a szerződésbontás kockázatokkal járna, hiszen elvesztenék az uniós támogatást. De ha nem javul a cég és a megyei tanács együttműködése, a nagy horderejű munkálatokat követően inkább önerőből finanszírozzák a felújítást. Egy olyan cég nyerte meg, aki rengeteg gondot okoz, állandóan megy a levelezés, nem vigyáznak, eljön néhány ember, neki fog egy munkálatnak, abba hagyják, elmennek, beázott több helyen az épület. Tehát rengeteg olyan gondunk van, amellyel pillanatnyilag küszködünk. Mondhatom azt, hogy úgy a munkatársaim, mint a műszaki ellenőr teljesen ki van borulva attól, hogy milyen partnert találtunk. A Maros megyei tanács 3 éve nyert egy Európai Uniós pályázatot, amelyet a regionális operatív program írt ki kulturális örökség restaurálására és hosszú távú értékesítésére, amelyből a Kultúrpalota és a Természettudományi Múzeum felújítását végzik. A kultúrpalota felújításának keretösszege 6 millió 500 ezer lej, amelyből 6 millió vissza nem térítendő EU-s támogatás. A fennmaradó összeget a Maros megyei tanács biztosítja.